A tenger felszínét áttörve, a reggeli napfény színes káprázatot lobbant a korallzátonyon. Van, aki már elhagyta rejtekét, hogy táplálék után nézzen. Mások még az árnyékba húzódnak. Ameddig csak a szem ellát, ámulatba ejtő a mindent elborító korall sokfélesége. Minden szegletében változatos és különös lények lakják e zátonyt. Egy csokor hidroid polip karjai közt egy harlekin szellemtű hal inkább kíváncsian, mint riadtan fürkészi az arra haladókat, ahogy a szomszédos tűzkorallt lakó garnélák is. A párosan legelésző mesztelen kopoltyús csigák is észlelik, de a táplálkozás és párzás örömei közt nem sok figyelemre méltatják a betolakodókat. Az alapos szemlélődő olyan még soha nem látott lényeket pillanthat meg a legfeltűnőbb helyeken is, mint ez az akropora korall ágai közt lakó, még el sem nevezett rákocska. A zátony a mélység felé haladva épp oly gazdagon lakott, de árnyai másfajta élőlényeket vonzanak. A pillangó halak jelenléte következtetni enged a korall egészségére. A falak mentén megszámlálhatatlan fajtájuk úszik tömött rajokban. A fal hirtelen 35 méteres mélységbe zuhan, ahol egy keskeny párkány a következő 120 méteren végződő szakadékhoz vezet. A 30 métert meghaladó látótávolságban, mintha egy idegen bolygó felszíne lenne, vége láthatatlanok a különböző szivacs kolóniák telepei. Egy hatalmas szivacs kimagaslik az összes többi közül. A Salvador Dali új és egyedülálló felfedezés. A tudományos nevén Patrosia lignosa csak Indonézia tengereiben él, de a szürrealista művekre emlékeztető vad tekervényekkel díszített felszínnel, ahonnan nevét is kapta, egyedül e falakon találkozhatunk vele. A Sulawesi tenger ezen régiója rendkívül változatos. Csupán a kőkorallok fajai közül mintegy 500 őshonos itt. Néhány száz méteren belül találkozhatunk sekély korallkerttel, falakkal, koralloszlopokkal, barlanggal, törmelék és iszapajzattal is. Az ilyen változatos környezet az élővilág sokféleségében is jelentkezik. A homályból, mint egy magányos őrszem, hatalmas korall oszlop tornyosul. Hamarosan felbukkan egy másik, majd egymás után még néhány. Mindegyik oszlopon másfajta életközösség telepedett meg. Az oszlopokon túl az iszap ajzat teljesen más állatokat vonz. Góbik tartják szemmel a szomszédságot, míg lakótársaik, a kis garnélák közös otthonuk karbantartásával foglalatosak. A tengeri csikó tetszhalottként próbálja kerülni a feltűnést. A lepényhal pedig mindaddig az ajzathoz lapulva vár, amíg úgy látja, hogy az idegenek túl közel merészkedtek.
35 méteres mélységben a korallfal tövében egy csendes és rejtélyes barlang fekszik. Legyező és fekete korallok nőnek sűrűn a hűs homályban. A biztonságos párkányzatokon, védve az áramlatoktól, furcsa, fehér csőállat kolóniák függenek. Némelyik méteresnél is nagyobb. E fajok ki- és befolyó szivattyúik segítségével áramoltatják testükben a tápanyagdús vizet. Önállóan is élhetnek, vagy kolóniában. Hosszú bolyhos külsejük miatt felfedezőik rókafark csőállatnak nevezték el őket. Más helyeken még nem találkoztak vele, csak e térségben, olyan homályos párkányzatokon, mint itt, a helyiek által dzsinnek barlangjának nevezett sejtelmes kanyonban. A felszínhez közel a hullámzás és az áramlatok homokkal takart törmelékmezőt hoztak létre, ideális otthont teremtve egy merőben más életközösségnek. Különféle rákok jól megférnek ugyanazon a tengeri rózsán. A tengeri uborka táplálékszerzés közben összetett száján cammog. Néhányan még utast is visznek, mint ez a leopárd uborka a rajta utazó császár garnélával. Még a tengeri csillag is vehet fel stopposokat. A császár garnéla rokona, a szolor garnéla pedig magára ölti sofőrje színeit. Egy másik fajta garnélának egészen más tervei vannak a tengeri csillaggal. A mutatós és mókás harlekin garnéla ártalmatlannak tűnik, mégis csillapíthatatlan étvágyú ragadozó. Két kis garnéla együtt működve meg tud fordítani egy csillagot, majd tanyájára vonszolva életben tartja áldozatát és felfalja egyik lábát a másik után. A korallfal széle néhány méterre van a parttól. A sekély zátony eme keskeny peremén még egy felfedezés vár. Helybéli halászgyerekek játszanak a vízben, csupán néhány lépésre házuk ajtajától. Gorontáló déli partvidékének völgyei mentén a Tomini-öböl sötétkék vizére nézve számtalan kis falu virágzik. Mivel a nagyvárosokat jellemző ormótlan infrastruktúrák nem épültek ki, a hely képes volt megőrizni érintetlenül a tradicionális halászfalvak életközösségeit. E falvak lakói nagy családokat alkotnak, kik megosztják egymással mindennapjaikat. Egyike ezen falvaknak a hatalmas és lakatlan hegyfok Tanjung Kerbau lábainál fekvő Olili. Iskola után a gyerekek összegyűlnek a parton és játékkal töltik az időt. Hajtják maguk eszkábált a hajóikat, ellesve az idősektől azokat a fogásokat, amikre nekik is szükségük lesz halászként. Az itteni emberek elégedetnek tűnnek egyszerű életmódjukkal és javaikkal. Mint gyakran Gorontáló partvidékén, a sekély zátony tető Olélénél is csak pár méter széles, a függőleges korallfalok előtt. Ha Olélé lakói a korallon halásznak, élő csalit húznak zsinórra a sodródó hajó után, így horgonyt nem vetnek a korallra. Gorontáló keleti partjainál szinte azonnal több száz méteres mélységbe zuhan a sziklafal, könnyen elérhetővé téve hagyományos halászok számára olyan nyílt tengeri halakat, amik máshol csak a partoktól messze találhatók. A fő zsákmány itt a sárga szárnyú tonhal. Friss húsát japán és koreai exportra készítik elő, ami a halászoknak komoly nyereséget jelent. Miután Olélé és a hozzá hasonló falvak főbevételi forrása a tonhal exportból származik, a zátonyon ritkábban halásznak, így az életben gazdag maradhat. A nyílt óceánról érkező tonhalat azonnal a falu feldolgozó üzemébe szállítják, hogy filézve, hermetikus csomagolásban továbbítsák a felvásárlóknak. Bagus nama ambil. Kalau kata sebut nama dia. Asap ya?
A megfelelő technikával dolgozó helyi munkásnak nincs másra szüksége, mint egy tiszta éles késre, hogy a tonhalat a nemzetközi egészségügyi és minőségi elvárásoknak megfelelően dolgozza fel. A nap végén hirtelen sötétedik, és gyorsan leszáll az egyenlítői éj. A közösségi élet zavartalanul folytatódik a családi teraszokon, néha egészen pirkadatig. Éjjel a halászok külön hajókban csupán egy gázlámpával felszerelve vágnak neki a tengernek. Yunis egyike a fiatal halászoknak követi társait, akik már elindultak a sötétben. A trópusi éj káprázatos mennyezetet varázsol a csillagokból a keskeny egyárbócos hajók utasainak. Szinte teljes a sötétség. A hold már alászállt a horizonton. A part is a sötétbe vész. Az egyetlen eligazodási pont a víz felületén tükröződő csillagok fénye. Ma éjjel egy távoli vihar villámai is segítenek a tájékozódásban. Alig 15 percre a parttól, mint kis fénypontok a horizonton, feltűnnek a már korábban kievező halászok lámpái. A vágyott préda kifogásához türelem és csapatmunka szükséges. A sötét habokon ringatódzók örömére a beszélgetés nem tiltott. A felszínen a várakozásnak vége. A halászok lassan a szárazföld irányába eveznek. Láthatatlan lények követik a világosságot. Ahogy két hajó egy szűk öbölbe ér, a lámpákat leoltják, vagy a hajó aljába teszik, hogy ne vessenek világosságot a vízre. Csak egyetlen lámpa ég. Fényét egy darab ruhával a part felé irányítják. Az egyszem lámpa alatt igézett tintahal rajok keringenek. Sötétség zárja el a mélybe vezető menekülési utat. A tintahalak a kis fénytócsa körül nyüzsögnek kétségbeesve, míg a halászok a hajóba meregetik mindet. Hiába való védekezésként tintasugarakat lövelnek, mintha megannyi búcsúcsókot dobnának a tengernek a hálóból. Néhány halász horogra tűzött csalival próbálja a fénytől bűvölt másfajta halakat kifogni, míg várakoznak, ők is segítenek a tintaalak lehalászásában.
Amint a raja hajóba került, a maradék fényt is leoltják, a halászok pedig elindulnak hazafelé, egyszer s mind helyet adva a következő párosnak, hogy az öbölbe csalják áldozatukat. Az egész művelet nem tart tovább 2 óránál, mire felvirrad, az összes hajó visszatér Olélé partjaira. A kifogott mennyiségű tintahalat az oléléliek sose tudnák elfogyasztani, úgyhogy az éjszakai fogás feleslegét a közeli piacon értékesítik. Legjobb árat a közelben fekvő nagyvárosban, Gorontálóban kaphatják. Mivel nem lenne kifizetődő, ha mindenki maga vinné piacra a portékát, az egyik halász összegyűjti és elszállítja az összes zsákmányt a városig. Ez a halász Junis. Az út Gorontálóba mintegy 2 óráig tart. Junis kora hajnalban indul, mielőtt a nap teljesen felkelne. A partvidék szomszédos falvainak halászai is útra keltek már hasonló okokból. A Junis-féle halászoknak a halpiacra érve nem kell várakozniuk. A portéka a halászok előtt kerül partra. A felvásárlók ma reggel is azonnal megveszik az Oléléből érkező friss tintahalat. Junisnak nincs is egyéb dolga már, mint hogy köszöntse ismerőseit és tájékozódjon a piaci helyzetről. Miután a tintahalat eladta, Junis hazaindul, hogy még a déli nap perzselő forrósága előtt visszatérjen Olélébe. A Gorontálót meghatározó időjárási viszonyok sajátosságai miatt a halászat csak az esős évszakban művelhető, mivel az év második felében uralkodó száraz keleti szél 5-6 méteres hullámokat korbácsol az egész partvidéken. Mégis a tonhal export jövedelme és a tintahal helyi értékesítéséből származó haszon lehetővé teszi, hogy Olélé lakói jól éljenek egész éven át a tenger nyújtotta bőséges ellátásból. A tartomány fővárosában, Gorontálóban épült Oázis Hotel rendkívüli barátsággal látja vendégeit. A városban egyetlen búvárközpont, a Miguel's Diving is az Oázisban nyitott boltot. Rántje Ellen búvármester itt fogadja az érkező vendégeket és tájékoztat a helyi szolgáltatásokról. My father's a tropical forester. So we grew up in the forest. He's worked for World Wildlife Fund for Nature, for World Vision, for other organizations. So the idea of finding new species and doing something with them was not so new. So it was just part of growing up. There's a family in Manado who employs me, and so they called me and asked. They have a permit to open a dive shop. But for the first time I went diving in Gorontalo, I just went off the beach. There's one. Narrow place in the rocks that front the beach where you can get out from the sand, go down. The wall, the continental wall of Sulawesi, the wall is about 5 meters from the beach. So you get off the beach 5 meters and there's a wall. So I went out and had a nice dive. I discovered what we call the cathedral. It's a cave, but it has a skylight in the top, so it lets the sunlight come in. It's very nice. There was a turtle inside.
I found an octopus, the wild is wonderful. So as soon as I come back, I get out on the beach, and I turn around, and my staff points back to the ocean and says, those are whales. And I saw down the beach this line of fins coming along. Well, I know that that's only 5 meters from the beach, and you can't have whales that close to land. So I tell them, no, those are dolphins. But as they started swimming closer, I noticed the dorsal fin is too far back. There is no nose, and they are far too big to be dolphins. I was like this. I just couldn't believe I was seeing five whales. And I had my camera right there with me on the beach, and I just stared. And they were very slow, just very slowly going along the edge of the wall, and I didn't do anything until they were gone. I thought, oh, here's my camera. So, no pictures, but a strong memory. So, I figure if you can have five whales the first time diving, maybe there's something worth looking into. A városon átutazva a kikötőig mintegy negyed óra az út. A legénység már feltöltötte a palackokat, és előkészítette a felszerelést. A kis hajó Donegal teraszán állomásozik, aki nem csak a kikötő gazdája, de a hajó kapitánya is. Mint legtöbbüknek a folyó mentén, házának vízre épült terasza nem csak családi élettér, hanem kikötő is egyben. A kikötőt elhagyva a hajó házak tucatjai mellett siklik el, ahol régi ismerősök integetnek és Ráncsi nevét kiáltják. A gorontálói emberek messze földön ismertek rendkívüli barátságosságukról és segítőkészségükről. Útja közben a hajó a Limbótó tóból idáig sodródott vízinövények csokrai mellett halad el. Néha ezek a virágok ezrével szinte az egész folyó felszínét takarva a nyílt tenger felé utaznak, ahol aztán a sós tengervízben elfonnyadnak és elmerülnek. Kelet-Gorontáló partvidékén meredek sziklafalak buknak 100 méteres mélységbe. Valójában Sulawesi kontinentális kőzet lemeze ér véget néhány méterre a parttól, ami máshol messze a tenger alá nyúlik. Itt a Tomini-öböl közel 4 kilométer mély. Minden évben Cseh családok tucatjai vonulnak erre. Csupán egy-két tudományos kutatás zajlott a Tomini-öböl déli oldalán, a 8 óra hajóútra fekvő Togean-szigeten, de Gorontáló víz alatti élővilága mindez idáig felderítetlen maradt. A hajó eléri az első reggeli merülés helyszínét, amikor egy másik hajó tűnik fel a távolban. Mivel a térségben kizárólag a Miguel's Diving foglalkozik merüléssel, a helyiek hajói pedig sokkal egyszerűbbek, a figyelem a közeledőkre irányul. Nagyobb hajók lehetnek ugyan halászhajók vagy szállítók, de ez nem tartozik közéjük. A hajó a tengeri rendőrség flottájából való. Ma az illegális halászhajók miatti őrjáratot rövid időre felfüggesztik. A fedélzeten ugyanis Gorontáló kormányzója, Fádél Muhammad utazik, reggeli víz alatti sétájára készülődve kedvenc merülő helyei egyikén. A kormányzó közvetlen és barátságos. Hajójára invitál mindenkit, és az ismerkedés után szívesen merül a látogatókkal. When Gorontalo became a province on 2001, they want me to go back, especially my mother want me to go back and help and work in this area. Among the four candidates, at the time I was one of the candidates and I win the elections. We decided to have three main program. One is human resource, to develop human resource. Number two, agriculture, and number three, fishery, and develop the sea. Now we try to moving into the what they call the tourist industries. But Gorontalo is so huge, big, and we have so many things to see. But now I develop what they call it the diving. Gorontalo located right on the equator, and you can see a different coral we have here, a different fish we have here, which is you don't have
any other places in the world. So I say, okay, in this case, I just concentrate now to develop this one. So in 2009, we're going to have Visit Gorontalo, where we're going to promote Gorontalo. And next year, 2008, I'm still preparing that one. I have done a diving since last 15 years. Since I was in Jakarta, I have my own island, Thousand Island. I'm diving in Moluccas and diving in Papua. I have done many places in North Sulawesi. But the uniqueness of diving in Gorontalo is different than what I found out the other places. Here, the sea is very clean, and the coral and the fish is beautiful. It's beautiful. And always the visibility here is very, very good. Fádél kormányzó vezeti a merülést. A sekély korall kertben talál egy csak itt található színpompás kishalat, a sárga koronás demozelt. Mivel csak egy rövid idő áll rendelkezésére, hamar búcsút int Ráncsé felé, aki csapatával a mélység felé veszi az irányt. Gorontalo jó néhány, ma már népszerű merülő helye véletlen felfedezés eredménye. Ilyen a csoportos oszlopai miatt egyedülálló őrszemek nevet viselő merülőhely is. Tágas tereiben, más-más mélységekben elszórtan minden korál oszlop különböző élőlényeket vonz. Általában tengeri rózsákon és egyes esetekben korállokon is megtalálható a Sarasvati garnéla. A tisztító garnélákhoz híven leendő vendégeit ő is tipikus oldalirányú billegő tánccal közelíti meg. Nem azonos a közönséges tisztító garnélával. A periklemené Sarasvati nevét hivatalosan csak 2002-ben kapta, a művészetek hindu istene után. Átlátszó testében jól kivehetők a rózsaszín tojások. Ez az oszlop egy több generációs családnak ad otthont. Egy nagy testű szivacs mélyén másfajta parány rejtőzik. A legtöbbször csillagok, uborkák vagy tengeri sünök közelében található dongó garnéla csak ritkán kerül szem elé apró mérete és izgága mozgása miatt. Ez az egyet mindent megtesz egy szomszédjában élő gépbarátsága elnyeréséért. A sorozatos elutasítás ellenére is közeledik, mint hiába. Végül magányos táncban keres vigasztalást. Előfordul, hogy a búvárok zsinórdarabokat, szövetfoszlányt, rizses zsákokat találnak a korallon. Az ilyen idegen anyagot el kell távolítani, amilyen gyorsan csak lehet.
A legtöbb korall csak a nap közvetlen fényében képes életben maradni, így minden, ami azt eltakarja, egy héten belül elpusztítja. A búvárok segíthetnek az átony egészségének megőrzésében, időt áldozva az efféle dolgok eltávolítására. Egyik példája a területen élő endemikus fajoknak a látványos narancshátú tündér. Elkerülve a túlzsúfolt korall telepeket, inkább a törmelékes ajzatot választja, ahol más fajokkal vegyes rajokban folyamatosan köröznek egy alig néhány négyzetméteres területen. E habitusa miatt a tapasztalatlanabb búvárok feltűnő színei ellenére könnyen elmulaszthatják. A nőstények és fiatal hímek egyforma vörösben, hátukon kis narancssárga folttal, vegyes rajokban találhatók. A hely másik különlegessége a szolor tündér is csak indonéz vizekben él. Indonézia más területein a hím csak alkalmanként ölti fel színes mintázatát, leginkább a párzás időszakban, a nőstényekért folytatott versenyben. A Tomini öbölben azonban, ahol a szolor tündér keveredik az endemikus narancshátú tündérrel, a domináns hím folyamatosan viseli a jellegzetes színeket, további egyedi jelleget adva Gorontalo tengerének. A társuló gépek igen szerencsések, nem kell se felügyelniük, se takarítaniuk otthonaikat, inkább részt vállalnak egy kölcsönös haszonnal járó társulásban egy-egy csattogó garnélával. A kutatók úgy vélik, mindkét félnek létfeltétele az együttműködés. Az üreget ásni képtelen gép kiszolgáltatott, és csak a garnéla ásta járatban lel veszély esetén menedéket és éjszakai szállást. A garnéla viszont majdnem teljesen vak, így szintén kiszolgáltatott, amikor elhagyja rejtek helyét, hogy takarítási munkáit elvégezze és kiszállítsa a feleslegessé vált törmelékeket. A gép ilyen helyzetekben farkúszójának remegésével figyelmeztet a közeledő veszélyre. Feltételezhető, hogy a kapcsolat a gép ajzatra telepedésekor kezdődik meg, közvetlenül a planktoni sodródás után. Általában egy-egy gép és garnéla pár osztja meg üregét. Minden este, miután a lakók behúzódtak a hajlékba, a garnéla beomlasztja a bejáratot, így védekezve az esetleges éjszakai zaklatókkal szemben. Reggel a gép dolga, hogy áttörje a beomlott bejáratot, és a garnéla újra kezdi soha véget nem érő munkálatait. A polip valójában egy vízzel teli tartály, csontozat nélkül. Mozgását és alakját is az izmai segítségével fenntartott belső hidrosztatikus nyomással szabályozza. Tapadó korongjai segítségével 8 lábán húzza tolja magát. A polip az álcázás nagymestere. Gyorsan tudja változtatni színét, tetszőleges kombinációban, a mindenkori környezethez igazodva. Bőre alatti izmaival még a tereptárgyak vagy növényzet felületét is képes lemásolni, legyen az egy egyszerű sima kő vagy sűrűn csipkézett korall. Néhány fajta polip így sem elégedett, képességei mellé elhagyott kagylóhéjakat szerez és magával cipeli. Ilyen a kókuszkagyló polip is. Ez az egyed úgy döntött, beköltözik az övénél jóval nagyobb és menőbb közeli rokon egy Nautilus házába, még ha ez láthatóan bonyodalmakhoz is vezet. A közelben fürkésző, ólálkodó halak rendkívül felzaklatják, csak úgy, mint a búvárok közelsége. Úgy dönt hát, gyorsan betetőzi ebédjét, egy falatot sem engedve át a potyalesőknek. Anatómusok állítása szerint a járás a csontokhoz kapcsolódó izmok által válik lehetővé, a sétáló polip viszont úgy tűnik, ezt az alapelvet nem ismeri.
A merülés még egy bájos felfedezést tartogat. Mérete miatt nehéz észrevenni ezt a parányi szépséget. Sulawesi más területein nagyon ritkán fordul elő, de Gorontalóban több helyen is megtalálható. A lilaszemű gébek hősiesen védik a koralt, ahol élnek, ádáz módon rontva a betolakodókra. El sem hagyják otthonukat, így bármikor felkereshetők, ha egyszer rájuk talált az ember. A lágy délutáni eső szivárványt húz a gorontalói partvidék felett, amint a hajó a kikötő felé veszi útját egy élményekkel és sikeres kutatással töltött nap után. Vízililiumok érkeznek végtelen folyamban, színes parádéjukkal minden nap örömet nyújtva a folyóparton élő embereknek. Az eső jó jel, hogy másnap a tenger újra csendes, ideális lesz a merüléshez. augusztusában német és indonéz tengerkutatók bizonyos felméréseket végeztek a Tomini-öbölben, a távoli nyugat-gorontalói partvidéken. Egy helyi rendőrhivatalnok, aki előbb már dolgozott ráncséval a területen, a második Wallace-i expedíció munkatársa is volt, és javasolta a kutatóknak, hogy az Olélei-öbölt is vegyék célállomásaik közé. A hely különlegességét bizonyítja, hogy a csoport 136 korál és 160 halfajt rögzített egyetlen merülés alatt. Csupán a rögzített pillangó halak fajtáinak figyelembe vételével Olélé korálzátonya magasabb státuszba került, mint Sulawesi legrangosabb koraltelepei. A szingapúri búvár fotós William Tan többszöri látogatása után ma újraérkezett. Legutóbbi Gorontalo az elrejtett Éden című fotóalbumának készítése óta nem merült itt. Izgatottan készül, hogy az újonnan felfedezett garnélákat megláthassa. Noldi, állandó utitársa ismét elkísérte, hogy felkutassa és kamera elé állítsa az áldozatokat. Az általuk választott merülőhely Olélé. A szélsőséges időjárási viszonyok nagyban meghatározzák a merülések kimenetelét. Előző nap az esőzés ugyan lecsendesítette a tengert, de a felhők újabb viharra gyülekeznek. It was in 2003 that I first came to Gorontalo. I met Ranche, who runs the dive operation in Manado, and he invited me over. I've heard about Gorontalo being having a lot of big fish, so I thought I would come down to take a look. We found a lot of very rare macro subjects. We found boxer crab, we found teddy bear crab, and we found harlequin shrimp all in one day. I came back in 2005 twice, and I came back in 2007. We found pipefish, we found many other kind of crabs and shrimps, all of them still undescribed by science. Like the title of the book suggests, Gorontalo is a hidden paradise. A lot of the precious creatures are still hidden. We have only found just maybe like a little of it, and there's more here to be discovered. I would always love to come back here to look for creatures that are not seen yet. Elhagyva a felszínt, az Olélé tengervédelmi körzetben a csoport a mélybe ereszkedik. Ranché eleget téve a felkérésnek, hogy tudományos gyűjtőmunkát végezzen, hólyag koralt keres a meredek falon.
Ichtológusok két újfajta blennit írtak le, és publikálták kutatási eredményeiket a közelmúltban. A kékhasú blenni tudományos besorolása 2004-ben történt meg, a szulavézii Tomini-öbölben végzett kutatások alapján. Rancsé csak 2 éve vette észre a mutatós kis halakat 3 különböző, jól meghatározható területen. Az egyik helyen minden alkalommal megtalálható a sötét hasáról és szemeire húzott 2 fehér csíkról könnyen felismerhető parányi hal. A korallfal egyik párkányzatán apró rajta nyázik. A Randall Antias egy különleges és ritka faj. A hímek vöröses testén vízszintes ibolya színű csík fut, míg a nőstényeknek sárga farkúszójuk van. Mint a legtöbb Antias faj, ezek is egy hím és háreme közösségében élnek. Rancsé kutatása sikerrel járt. Rövid idő alatt rátalált a keresett hólyag korára. Az először 1980-ban Neville Coleman által felfedezett Coleman korál garnéla 2003-ig nem került tudományos besorolásra. A Coleman korál garnéla kevés helyen lett lokalizálva. Elsőként Pápuán azonosították, de alacsony egyedszámban. Gorontálóban nagyon gyakori. Azonban a délkelet-ázsiai tengerekben széles körben található Vir philippinsis alig található meg itt. A Coleman mintázta gyűrűk helyett ennek testén csíkok futnak végig. Az elmúlt 2 évben a Miguel's Diving több helyen is azonosított egy harmadik megjelenési formát, a Vir komplexet. A hibrid korall garnéla, ahogy emlegetni szokták, talán a leglátványosabb a 3 közül. Karjain és lábain lila csíkok futnak, míg a hajlatokban megtalálhatók a gyűrűk is. Mivel jelenleg is besorolás alatt áll, a kutatáshoz a talált példányt Rancsé óvatosan a gyűjtőkonténerbe tessékeli. Egy köves kiszögellés peremén terjedelmes tengeri rózsa telepedett meg, benne Sarasvati garnéllák laknak. A dekoratív garnélák ideális fotótémát jelentenek ugyan, de a lebegés beállítás az enyhe áramlatban komplikált. Komoly kihívássá teszi a kis állat fókuszban tartását, aki maga is ide-oda billeg az anemóna ingadozó karjai közt. Ám a parányi gyöngyszem megéri a fáradozást. Thank you.
A tengeri lilium épp úgy gyakori lakója a sekély tengereknek, mint a több ezer méteres mélységnek. Szája középen a tápkarok közt található, alsó felé lábaival kapaszkodik az ajzatba. A kifejlett egyedek úszásra is képesek, gyakran társulnak héjas állatokkal. Ez az egyed egy Stimson pattogó garnélával él. Általában párban élnek, de csak alig néhány fajta lilium karjain. Kicsit arrébb másik lilium hajladozik, rajta egy lapos rák. További szemlélődés a liliumok közt meglepő eredménnyel jár, egy család Mizostomida lapos féreg. Ezek a furcsa puha testűek leginkább liliumon élnek. A Mizostomidák közeli rokonai a sörtésférgeknek. Szemben emezekkel a tagozódásnak semmi külső nyoma nincs rajtuk. Gyakorlatilag ezekről a lényekről a tudomány mai napig nem rögzített adatokat, így minden megfigyelés, leírás az életmódjukat illetően teljesen új felfedezésnek minősül. Valószínűleg hermafroditák. A nagyobbak funkcionális hímek, a kisebb méretűek nőstényként viselkednek. Színvariációik jelentése ismeretlen. Ez a faj még azonosítatlan, így a viselkedésükről készült felvételek első dokumentációnak számítanak. Az azonosíthatóság megkönnyítésére Ranche átmenetileg az ökörszem féreg elnevezést adta nekik. E páratlan korallzátony védelmét szolgáló helyi kezdeményezéseket bátorítandó, Ranche elindította egy korallvédelmi kampányt, ami elsőként 2002-ben valósult meg. Egyetemistákkal, rendőrségi államhivatalnokokkal és a tartomány halászati bizottságával karöltve ezt az üzenetet hozták: nincs korall, nincs hal, nincs esély. Szabad idejükből gazdálkodva mindenfajta költségtérítés nélkül az aktivisták faluközpontokban, iskolákban és magánházak tornácain adták át üzenetüket. Az oktató anyagot az észak-szulavézi Bunaken tengeri park parköreitől szerezték meg. Ranche egy egyszerű, rajzos illusztrációval egészítette ki az anyagot, mely megrázóan mutatja be a robbantásos halászat következményeit. A képek lehetővé teszik, hogy még a legképzetlenebb analfabéta emberekhez is eljusson az üzenet. A sziklás parton, a fák alatt a gyerekek drámai szemléltetést láthatnak a robbantásos halászatról. Yunis épít egy háromszintes kártyavárat, ami a korallzátonyt jelképezi, míg színes papírból vágott halak a rajta élő halfajokat, amiket felrak a különböző szintekre. Majd egy kis palackot vesz elő, melyből zsinór lóg, ez képviseli a bombát. Mikor ezt a korára hajítja, minden ledől, nyilvánvalóvá téve, hogy a korára hajított bomba mindent elpusztít.2007 novemberében Olili létrehozta saját tengeri tájvédelmi területét,
Körbe kerítve bójákkal, mint egy 300 méter hosszan a parttal párhuzamos öbölrészt ott, ahol az egyedülálló, oszlopos korál képződmények magasodnak az ereszkedő ajzattól a tenger felszín felé. A halászat itt ma már tilos. Hajók nem közlekedhetnek a közelben, látogatók pedig előre meghatározott díjat fizetnek merüléskor. Oléli lakói büszkék, hogy emberek a világ másik feléről látogatnak ide, hogy abban a korallkertben gyönyörködhessenek, amit ők védelmeznek. Yeah.